Jézus Krisztus mondja nékünk, betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az evangéliumot a Biblia első könyvéből, a Mózes első könyve 32. fejezetének 23. versétől a 32. terjedő versekből fogom olvasni. Az élő Isten hozzánk a Mózes első könyve 32. fejezetének a 23. versével kezdődőleg fog szólni. Alázatos szívvel hallgassuk Isten szavát. De fölkelt Jákob még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját, és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbók révénél. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnal hasadtáig, de látta, hogy nem bír vele. Ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamodott Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak, bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte, nem bocsátlak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle, mi a neved? Ő így felelt, Jákob. Erre azt mondta, nem Jákob lesz ezután a nevet, hanem Izrael, mivel küzdöttél Istennel és emberekkel és győztél. Jákob ezt kérte, mondd meg nekem a nevedet. De ő azt mondta, miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Penuélnak nevezte el azt a helyet, és ezt mondta, bár láttam Istent színről színre, mégis életbe maradtam. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Már sütött a nap, amikor átkelt Penuélnál, és sántított csípőjére. Amen. Drága testvérek, ez a történet Jákob megtérésének a története. A ma esti utolsó evangelizációnak a meghívón így van feltüntetve a címe, hogy meddig menekülsz. A hétnek a témája ez volt, hogy közösségben vagy-e Istennel, és ma este Isten egy kérdést szegez hozzád, meddig menekülsz előle, és ma este az életednek egy nagy keresztútjához érkeztél, mert ma este eldől az, hogy hogyan mész tovább innen. Ma este eldől az, hogy tovább vesztes leszel, vagy pedig győztes leszel. Hogy fogsz innen tovább menni? Most, ettől a pillanattól kezdve vesztesként mész tovább, vagy pedig győztesen azzal, aki már győzött. Aki már győzött, érted? Ez Jákob megtérésének a története, és érdekes, drága testvérek, hogy ez a szó, hogy térjetek meg, nem kevesebbszer található meg a Bibliában, mint 153-szor. 82-szer az Ótestamentumban és 71-szer az Új Szövetségben. Éppen annyiszor, ahány halat fogott Péter a Tibériás tengerpartjánál. És ott a görög számmisztika ezt a 153-at úgy fordítja le, magyar nyelven ezt a számot így lehet lefordítani, hogy több már nem térhetett volna bele.
Jézus nélkül az életük egyenlő volt a nullával. Egész éjszaka haláztak, egész életünkbe gürcölhetünk, és nem fogunk semmit. És amikor megjelenik Jézus Krisztus, és megmondja, hogy hova vessék a hálót, és a tanítványok megcselekszik azt, amit Jézus mond, akkor az ige azt írja, hogy a háló tele lett halakkal, 153-mal, és bár ennyi volt, nem szakadozott a háló, nem repett széjjel a háló. És drága testvérek, ez azt jelenti, hogyha nekem lett volna még egy 154. ilyen kicsi halam, és azt beszerettem volna dugni a hálóba 153 közé, az nem fért volna be, mert Dávid azt kérdezi az Úr oltára előtt, hogy Uram, mit tehetne még hozzá Dávid ahhoz, amit te cselekedtél vele, és te adtál neki. És testvérek, az, hogy 153-szor található meg ez a szó a Bibliában, hogy térjetek meg, ez azt jelenti, hogy Isten elmondja neked éppen annyi szó, hogy többször már nem mondhatja. Isten azért nem mondja 154-szer is, mert azt mondja, hogy elmondom 153-szor, s ha valaki megtér, jó, ha pedig nem, akkor 154-szer már nincs értelme mondani. Mert annak hiába mondod. És drága testvérek, az, hogy 153-szor van benne ez a kifejezés a Bibliában, hogy megtérés, érdekes módon oda juttatja ezt a világot, hogy a magyar értelmező szótárakban hiába keresem ezt a szót. A magyar értelmező szótárban nincs benne ez a szó, hogy megtérés, de nincs benne a románba se, a román értelmező szótárban, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy benne van-e mondjuk a németbe, vagy a hollandba. Európa népei nem akarják hallani ezt a szót, hogy megtérés. Nem tudnak mit kezdeni vele. Nem tud mit kezdeni vele ez a világ. Nem akar szembesülni ezzel a szóval, hogy meg kell térni. És drága testvérek, mivel nem akarunk ezzel szembesülni, ki akarjuk törölni ezt a kifejezést a szótárunkból, ezért helyettesíteni kell más elmélettel. Ha nem térünk meg az élő Istenhez, akkor az élő Istennel való kapcsolatunkban kell találni más teóriát, más dolgot, ami más elméletet, ami helyettesíti életünkben a megtérést. És találtunk is, testvérek, és ez már benne van az értelmező szótárunkban, evolúció. Ismerős a szó? Evolúció. Ha nem tudjuk elfogadni, hogy bennünket Isten teremtett, nem tudjuk elfogadni azt, hogy ezt a világot és ezt a mindenséget az Isten teremtette, ki kell találjunk valamit helyette. Meg kell magyarázzuk, be kell helyettesítsük. És az ember kitalálta az elméletet, az evolúció elméletét, amely arról szól, hogy az anyag, de nem tudom honnan lett, elkezdett bolyongani valahol, aztán lett egy nagy ősrobbanás, és előállott a Föld. És aztán a Földön valahogy előállottak genetikailag a majmok, és az ember a majomból lett. Ez az elmélet. Hát ezt Magyarországon van, aki beveszi, mi székelyek nem vesszük be. Egyszer egy pártitkár eljött a Székelyföldre, és a kultúrházba felment a színpadra, és azt mondta, összegyűjtötték a falut, hogy emberek, tudjátok, hogy mi mind a majomtól lettünk. Oda megy egy fekete kabátos, kalapos Székely bácsi, kipödört bajsszal, felnéz rá, azt mondja, pártitkár eltárs, maga lehet abból lett.
ki is nézem magából. De én, amióta az eszemet tudom, az én őseim tisztességes, földműves emberek voltak. Drága testvérek, van egy vers a románok között, Közszájon forog, és ebben a versben a majom kikéri magának azt, hogy azt állítsa róla az ember, hogy ő belőle fejlődött ki. És azt mondja a majom ebben a versben, hogy nem így van, fordítva van. Ő fejlődött tovább az emberből. És elkezdi hozni a majom az argumentumait. Azt kérdezi, láttatok drogos majmot? Láttatok majmot, aki otthagyja a kölykét a kukában? Részeg majmot láttatok? Cigiző majmot láttatok? És végül rákérdez a majom, hogy himmajmot himmajommal párosodni láttatok? És azt mondja a majom ebben a versben, hogy én erre nem vagyok képes, az ösztönöm nem enged. Erre csak az Istentől elszakadt, nyomorult embernek az értelme képes. Úgyhogy, drága testvérek, akár tetszik, akár nem, a majmok nem vállalnak fel minket. A majom nem vállal fel minket. Testvérek, tudjátok, hogy mit hiszek? Azt hiszem, hogy Isten egy napon szólott, hogy legyen. Én ezt hiszem. És ebben a pillanatban előállott a világ mindenség, a retyezát, az avas, a mecsek, a tátra, a Grand Canyon, a tordai hasadék, a maga gyönyörűségébe úgy, ahogy van. És Isten egy nap szólott, és az ő nagy szeretetéből és irgalmából azt mondta, hogy legyen, és megformálta az ő keze által az embert. És lett ember. Nincs evolúció, testvérek, hanem Isten szól, és akkor lesz. És drága testvérek, ugyanígy van ez az új emberrel is. Ugyanígy van akkor, amikor előáll az új ember. Az új ember úgy áll elő, hogy Isten egyszer szól, hogy legyen világosság a szívedbe. Isten kimondja azt, hogy legyen békesség benned. Isten kimondja azt, hogy legyen örök életed. S ha Isten kimondja, akkor lesz életed. Nincs evolúció. Drága testvérek, annyiszor hallgatom azt az elméletet egyházi berkekben is. Ott van ez az elmélet, ami tulajdonképpen nagyon jó, csak sokan nem értik Luther Mártonnak ezt a kijelentését, hogy minden nap meg kell térni. Ez így van, testvérek, csak van egy gond. És pedig az a gond, hogy az Istentől újjá nem született ember nem tud megtérni egyszer sem, nemhogy minden nap. Sokan hangoztatják, hogy minden nap meg kell térni, meg halljuk azt, hogy növekedni kell a kegyelembe. Ez így igaz, testvérek, csak hogy növekedni a kegyelembe azt tud, aki már benne van. Aki már benne van. Megtérni minden nap csak azt tud, aki Jézus Krisztustól, az Isten fiától új szívet kapott. Az az ember képes naponta a megtérésre. A bűnös ember arra se képes, hogy egyszer megtérjen, nemhogy minden nap. És testvérek, a bűnös ember nem tud növekedni a kegyelembe, hanem a bűnös ember a bűnbe növekszik. A Heidelbergi KT-nak van egy kérdése, mi meg tudunk fizetni az Istennek a bűneink miatt? És a KT azt válaszolja, nem, hanem napról napra növeljük a tartozást. Az ember képtelen megfizetni a bűnei miatt, és napról napra növeli a tartozást. Ebben növekedünk, testvérek, hogy bűnt bűnre halmozunk. Bűnt bűnre gyűjtünk, haragot haragra, ítéletet ítéletre. És mi lesz velünk? Ki veszi el a bűneinket? És testvérek, mi is kitaláltuk az evolúció elméletét az egyházba. Az egyházba.
pár évvel ezelőtt egyik faluba, egyik román faluba a misszió és a kapu úgy nyillott meg előttem, hogy egy nap a hátszegi református parókiára beállít egy ortodox pap. És azt mondja, lelkész úr, azért jöttem magához, mert az anyósom meghalt, és 86 éves volt, és mint kiderült, 21 éves korában elköltözött egy színmagyar faluból, és tekintettel, hogy abban a román faluban egyedüli magyarként élt, senki se tudta azt a református egyházból, hogy ez az asszony ott él. És 21 éves korától 86 éves koráig annyira ragaszkodott a vallásához, hogy a végrendeletében meghagyta azt, hogy őt egy református magyar pap temesse el. És így jött be az ortodox pap vej a parókiára, hogy kérjen meg, hogy szolgáljunk. Hát tekintettel arra, hogy húsvét ünnep szombatján kellett temetni, mindenféle kifogást találtam, hogy hát mi olyat, aki nem a gyülekezethez tartozik, nem temetünk. Én ragaszkodok, testvérek, Erdélybe ahhoz, hogy az egyház nem temetkezési vállalat, aki eltemeti a halottakat a világból. Aztán elmondtam, hogy hát ez anyagi teherrel is jár, mert soha a gyülekezetet nem támogatta. Azt mondja a lelkész, tiszteletes úr, annyi pénzt adunk magának, amennyit akar, csak ne forogjon anyósom a koporsóba, hogy nem tettük meg azt, amit leírt a végrendeletbe. És végül azt találtam mondani, hogy jó, elmegyünk temetni, de én nem azt prédikálom, amit az ortodox papok. Erre furcsán rám néz, és azt mondja, lelkész úr, hát én Kolozsváron vagyok lelkész, temetek én ott papokkal, nincs abba semmi különös, amit maguk prédikálnak, ugyanaz, mint a miénk, jöjjön nyugodtan. Hát mondom, akkor jó, akkor megyünk. És elindultunk a temetésre, mikor már megérkeztünk az udvarra, három ortodox pap már ott állott az asztalnál, a negyedik a koporsó mellett, a háta mögött egy pár ilyen füstölővel egyházi szolga, de úgy jött abból az irányból a szilvapálinkaszak, hogy vert le a lábamról. És elkezdődött az Isten tisztelet, a különös az volt, hogy a három ortodox papnak nem volt Bibliája. Úgy állottak az asztal mellett, hogy egyiknek a kezébe se volt Biblia. Elkezdődött a szertartás, füstölővel két óráig ott nóbitáltak, haigálták a milliókat, a pénzt a halottra, hogy majd tudja megváltani a fokozatokat a mennybe, ha valami nem működik ott fenn úgy, ahogy kell. És a vége az volt az egésznek, pirított az okkultizmus, így ahogy hozták ki a koporsót, rongyba törték a cserepeket, éreztem azt, hogy pirít a sötétség. És a vége az volt, hogy az egyik ortodox pap kiállott, és azt mondta, hogy az egyik könyvbe ő azt olvasta, hogy egy jó ember akar bemenni a mennybe. És kijön Péter az ajtó elé, és azt mondja, hogy jó, jó, de lássuk, hogy hogy éltél. És az ember elkezdi magát menteni, amivel majd mentjük sokan a menthetőt, nem öltem, nem loptam, nem hazudtam, nem paráználkodtam, ezt nem tettem, azt nem tettem. És akkor Péter rákérdez, de jót tettél. És testvérek, mivel soha nem lehetünk biztosak abban, hogy tettünk-e elég jót. Soha nem lehetünk biztosak abban, hogy azok a jó cselekedetek, amiket tettünk, vajon megütik-e a mércét, hogy bemenjünk. Az ember megszeppen és azt mondja, hogy hát azért jót se tettem épp olyan sokat. És akkor azt mondja neki Péter, hogy jó, akkor menj vissza, tegyél jót,
és akkor gyere és bemehetsz. És ezzel véget ért a szolgálat, és intettek nekünk, hogy jövünk. Feleségemmel, Etelkával elénekeltük románul: feljebb, emeljetek feljebb a bűn gyászos éjből. Aztán elolvastam azt az igét, amit 2004-ben, amikor 4 évig úgy tanultam románul, hogy 2000-től 2004-ig a konyhában lent 2 szék volt előttem, és a 2 szék közé oda tettem 2 szivacsot, és letérdeltem a reggel 5-kor a szivacsokra, és az egyik széken a magyar Biblián volt, és a másik széken a román, és beszélgettem Istennel. És 2004-ben, amikor kinyitotta a román misszióba az útat, akkor mielőtt elindultam volna, azt kértem, hogy Uram, de mit mondjak én egy magyar a románoknak? És Isten nekem ezt az igét adta: Miklós, menj el és mondd el nekik, hogy az idő nekik is bétőtt, és hozzájuk is eljött az Isten országa, hogy szeretem őket is, és mondd el nekik, hogy térjenek meg, és ne a hülyeségekbe, a babonákba, meg a fekete mágiákba higgyenek, hanem az evangéliumba higgyenek. És testvérek, az udvaron elmondtam ezt a mondatot, ebben a pillanatban 2 idős néni elájult. Azonnal zűrzavar támadta a gyülekezetbe, az udvaron. Láttam azt, hogy ez is az okkultizmusnak egy része. Széket gyorsan, vizet, pancsolták ott, aztán közben néztek az üveges szemükkel rám, az ördög nézett belőlük rám, hogy folytatom, vagy nem folytatom. Olyanok voltak, mint a tyúk, mikor elengedi a fejét, se meg nem döglik, se magához nem tér. És testvérek, elindultak a nagy kamionforgalom, zúgás, és felolvastam azt az igét, hogy János az üvegtenger mellett lát egy nagy sokaságot fehér ruhába, és megkérdezi tőle egy vén, hogy János, kik ezek, honnan kerültek ide? És János azt mondja, hogy Uram, te tudod, és jön a válasz: ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe, és jön talán a dogmatika alapjainak a legfontosabb mondata: ezek azért vannak itt. Hallod? Ezek azért vannak itt a mennybe, fehér ruhába, mert megfehérítették ruhájukat a bárány vérébe. Drága testvérek, ha ezt megtettétek mostanig, mindent megtettél az üdvösségedre nézve. Ha nem tetted meg, akkor vethetsz kecskebukát 50-et a templomba, és járhatsz 90 évig Isten tiszteletre, el fogsz kárhozni, el lehet menni a templomból a pokolba. Megmostad ruhádat a bárány vérébe, mert akik ott vannak, azért vannak ott. És azon az Isten tiszteleten elmondtam, hogy emberek, amit az erőbb hallottatok, az blaszfémia, Isten káromlás. Azt mondja, Etelka, nem láttad, a 3 ortodox pap majdnem szétrobbant a hátad mögött. Kivörösödtek, hát vörösödjenek, testvérek. Tudjátok, hogy miért? Mert azzal, amit mondtak, azt mondták az atyának: atya, te egy gonosz Isten vagy, mert elhagytad a te fiadat 6 óráig vérbe szenvedni a kereszten, miközben van egy másik út. Menj vissza, tedd ezt, tedd azt, de testvérek, mi az, amit meg lehet tenni, hogy üdvözüljünk? Mondjátok meg, hogy mi az, amit megtehetünk, hogy a mennybe jussunk, mert megteszem. De nem, testvérek, a mennybe egyféleképpen lehet menni, üdvözülni egyféleképpen lehet. Ha a mocskos ruhádat, a gonosz szívedet megfehéríted a bárány Jézus vérébe, egyedül az ő vére képes arra, hogy eltörölje a te bűneidet, és neked örök életet adjon. Testvérek, nincs szentelt víz. Nisze, ne tolulj január 6-án a szentelt víz után, mert nem fogja elmosni a bűnödet. Okkult dolog, az ördögnek az eszköze, hogy megkötözzön.
Egy dolog tudja eltörölni a vétkeidet, a Jézus vére. Azt mondták még ott, akkor azzal fejeződött be, hogy még a temetőbe is mondunk valamit, hát nem lett a temetőbe menés. Minket szépen kiraktak az udvarról, Etelkával beültünk az autóba, s énekelve hazajöttünk. Másnap megjelent egy férfi, ja igen, még az udvaron prédikáció közben többször belekiáltottak a prédikációba, hogy amen, amen. Ott volt három román hívő testvér, másnap az egyik férfi eljött, és azt mondta, hogy tiszteletes úr, a falu végén építettünk egy kis imaházat, nem jön el evangelizálni a következő vasárnap. Következő vasárnap ott voltunk, ott volt a fél falu, jött hallgatni az evangéliumot. És elindult a faluba az ébredés, testvérek. Mert az Isten beszéde, azok tiszta beszédek. Az Istennek a beszédei nem homályos beszédek. Az Istennek a beszédei nem nehezen érthető beszédek. De testvérek, belopózkodott az evolúció a hívő testvérek szívébe is. Van egy misszionárus testvérem a Hátszegi medencébe, hazajött Amerikából, és kenyéren, szalonnán, meg hagymán épít egy missziós központot, és egyik alkalommal hívták egy kis retyezált alatti faluba, hogy ott haldoklik a gondnok bácsi, és felment hozzá, leült az ágyához, és elkezdett vele beszélgetni, és azt kérdezte, hogy testvér, ha hazamész és találkozol vele, mit mondasz neki? Hát, Nelu testvér, már 62 éve vagyok a hitben. Amikor ennek a gyülekezetnek a templomát építették, én raktam le az alapkövet. Annyit dolgoztam itt ezen a templomon, Nelu testvér megfogta, megrázta az ágyba, azt mondja, testvér, nehogy ezt mond neki. Nehogy ezt mond neki, hanem mondd el neki azt, hogy érte vagy itt, hogy érte kerültél ide. Két napra rá jött a kis öregnek a lánya, azt mondja, Nelu testvér, az éjszaka meghalt édesapám. Elküldött, és azt üzeni neki, megkért, hogy mondjam el neked, hogy köszöni szépen, hogy megtanítottad meghalni. Drága testvérek, mit mondtok majd neki, mikor találkoztok vele? Hogy mennyit dolgoztál? Hogy hány évet jártál hitben? Mondd el neki azt, hogy érte vagy ott. Azt mondd el neki. És adj neki hálát, hogy érte kerültél oda, hogy ő volt az, aki megtartott téged. Nincs evolúció, testvérek. Nincs evolúció. A Jákob életébe se volt evolúció. És nézzétek meg, a Bibliában nincs evolúció. Isten szól, és egyetlen egy este alatt Jákobból Izrael lesz. Isten szól, és egy emberből a damaszkuszi úton, Saulusból, a nagyból, Paulus lesz a kicsi. Mibe fejlődött? A rosszaságba. Abba fejlődött. Jézus Krisztus találkozik egy leprással, és a leprás kiállt, és azt mondja, Uram, te meg tudsz engemet tisztítani, ha akarsz. És Jézus megérinti, és azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg. És az ige azt mondja, abban a pillanatban letisztult róla a lepra. Egy asszony azt mondja, aki 12 éve szenvedett vérfolyásos betegségben, hogyha oda megyek hátulról és megérintem Jézusnak csak a ruháját, meg fogok gyógyulni. És oda ment hátul, megérintette Jézusnak a ruháját, és az evangélium azt mondja, abban a pillanatban megérezte a testébe, hogy meggyógyult. Amikor megérintette, akkor gyógyult meg. Amikor Péter Jézushoz kiáltott a süllyedő tengeren, ahogy süllyedt a tengeren, az ige azt mondja, Jézus azonnal kinyújtotta a kezét.
Jézus kész, ha ma este hozzá kiáltasz, leoldozni a bilincseidet. Jézus kész arra, hogyha ma este hozzájössz, hogy megbocsássa a bűneidet. Jézus ma este kész arra, hogy neked örök életet adjon. Jézus kész arra, hogyha megérinted ma este őt, akkor meggyógyulj. Nincs evolúció, testvérek, mint ahogy nem volt evolúció a Jákob életébe se. Pénteken este egy pár részletet hallottunk az életéből, hogy fiatalon hogy rontotta el az életét, hogy csapta be az ikertestvérét, hogy csapta be az édesapját, és menekülni kellett otthonról. És az első estét egy mezőn, egy legelőn éri az este, vesz a nyomorult ember egy követ annak a helynek a kövei közül, leteszi a földre, ráteszi a szvetterét, és aztán lefekszik, és elaluszik a szabad ég alatt, hontalanul. És azon az éjszakán egy létra tetején Jákobnak megjelenik az Isten. A létrán angyalok járnak fel alá, és a tetején ott van az Isten, és Isten bemutatkozik. És azt mondja, hogy Jákob, én vagyok nagyapádnak az Istene, Ábrahámnak. Én vagyok apádnak az Istene, Izsáknak. És én vagyok a te Istened is. És ezt a földet, amelyen most hontalanul alszol, neked adom, és a te utódaidnak, és valahova mész, megáldallak téged, visszahozlak téged ide, és nagy néppé teszlek. És Jákob felébred, azt mondja, hű, az Isten van ezen a helyen. Elkezd fogadkozni, sehol nem olvassuk, hogy megtartotta volna, amit fogadott, ott azon a helyen. És mielőtt tovább menne, Bételnek nevezi el azt a helyet, és a Biblia azt mondja, mert Lúz volt annak a helynek a neve addig. Bétel azt jelenti, hogy az Isten háza, Lúz azt jelenti, hogy a démonok lakóhelye. Démonok lakóhelye. Testvérek, mi a házatok? Mi a házatok? Mi a szíved? Istennek háza, a Szentléleknek a temploma, vagy démonoknak a lakóhelye? Mi van benned? És mi van a házadba? Mi van a gyülekezetedbe? Mert ahol megjelenik az Isten, a mindenható Isten, ott Lúzból Bétel lesz. A démonok lakóhelyéből az Istennek a háza lesz. Mi van a házaddal, a templomoddal, a szíveddel, a családoddal, az otthonoddal, Lúz vagy Bétel? És Jákob felkel, tovább megy ezzel a megtapasztalással, és az apósánál eltölt 20 évet, és 20 év után az apósától is menni kell, mert ott is elrontja a dolgokat, és eldönti azt, hogy a családjával együtt elindul haza. És a hazavezető úton érkezik meg a jabbók révéhez, és a jabbók révénél értesül arról, hogy 20 év után is a testvére haraggal, sereggel, 400 felfegyverzett vitézzel jön vele szembe. Előre nem tud menni, bizonytalan a jövő. Hátrafele vissza nem tud fordulni, mert ott elrontott mindent, ott lezárta a kaput a dolgokat, visszafele nem lehet menni. És jobbra és balra mocsár. Hova legyen? Beszorul a szorítóba. Előre nincs út, hátra nincs, jobbra nincs, balra nincs, és Ézsaiás próféta azt mondja, hogy az istentelen nép úgy jár mindig, hogy lefele hajtja a fejét. Lefele hajtja a fejét, és a kilátástalanságban gyalázza Istenét. Drága testvérek, a két kislányunk az elemi osztályt
román nyelven végezte Hátszegen, mert az egész völgybe 24 éve nem született magyar gyerek, és ők voltak a két egyedüli gyerekek, magyarok az egész völgybe, és úgy döntöttünk, hogy a 8. osztály elvégzése után mind a kettőjük el fog menni a kolozsvári református kollégiumba. Nagyobbik kislányunk 2 éve ott végzett, kisebbik lányunk 2 éve ott jár, és ezért időben elkezdtem őket tanítani a magyar irodalomra, a magyar helyesírásra, biblia ismeretre, énekekre, és készítettem őket, konfirmáltattam őket, és készítettem a felvételire a református kollégiumba. És a nagyobbik kislányunkkal eljutottunk ahhoz a történethez, amikor Izrael népe kelát a Vörös-tengeren, megérkezik a Vörös-tenger partjára, és leülök a kislánnyal tolba mondani a tételt, és elkezdem neki tolba mondani, amikor Izrael elérkezett a Vörös-tenger partjára Pihahirót és Baal-Cefon közé. Kislány felnéz rám, hogy én ezt komolyan gondolom. Ledobja a tollat, rám néz és azt mondja, na apuka, nekem ebből elegem volt. Mi közöm van nekem ahhoz, hogy Pi nem tudom én mi, és Baal nem tudom én hogy. És mondom a kislánynak, kislányom, írd csak, amit én mondok neked. A kislány tovább ír, és testvérek, mit ad az Úr? A felvételin ezt a tételt kapja. Megírja a tételt, kijön, és ott van a család négyen, várjuk a folyósón az eredményt, és kijön a kollégiumi lelkész, aki valamikor legátusunk volt az előző gyülekezetbe, oda jön hozzánk, és azt mondja Miklós, odasugja, ne nyugtalankodjatok a kislánynak, kijavítottuk a dolgozatát, színjeles, színtiszta tízest írt. Képzeld el, még azt is beírta a dolgozatba, hogy Pihahirót meg Baal-Cefon. Ránézek a lányomra, mondom, látod, miért kell tudni? Testvérek, miért kell tudni? Tudjátok, mit akartam, hogy megtanuljon a lányom? Mert eljön az ő életébe is egyszer egy ilyen helyzet. Amikor majd menne előre, de előre nem lehet, mert ott van a tenger. Menne vissza, hogy jóvá tegye az elrontott múltat, de nem lehet a bűnöket jóvá tenni, testvérek. Menne vissza, de a háta mögött ott van a fáraó 600 szekérrel, jön kasza belőle ki, gyilokkal, mindegyik szekéren 3 harcos, gyilokkal, lándzsával készen, és Izrael a kis öreg nénikkel, bácsikkal, terhes nőkkel, kicsi gyerekekkel, fegyver nélkül. És tudjátok, mit jelent Pihahirót és Baal-Cefon? A Grand Canyont meg a tordai hasadékot, jobbra és balra szikla. Pihahirót és Baal-Cefon. Nem lehet menni. Előre nem mert a tenger, hátad mögött jön a fáraó, jobbra és balra szikla, bezárva az út, és nincs megoldás. Nincs megoldás. És mit fog majd? Ezt kell megtanulja a lányomnak, hogy amikor le lesz zárva az út, akkor még mindig van egy megoldás. Arra nem, erre nem, jobbra nem, Pihahirót, Baal-Cefon, lehajtott fejjel jár a nép, de van még egy megoldás és egy út arra. Arra. Mikor lezárulnak életedbe az útak, és nem látsz már kilátást, nincsen már megoldás, akkor ne felejtsd el, hogy még van egy út, még van egy lehetőséged, és Izrael megragadta azt az egyet, azt mondja a Biblia, az Úrhoz kiáltottak. A nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, mondja a Zsoltáros, és ő meghallgatott engem, kivonta a lábamat a fertőből,
a mocsárból, a jabbók révéből, sziklára helyezett tágas térre, és éneket adott a számba. Szabadulásnak az énekeit, hogy dicsőítsem őt. Testvérek, mindig van egy megoldás arra, és Izrael ezt a megoldást találta meg, és kinyílott a Vörös-tenger, és lehetett menni előre. Lehetett menni előre. Jákob ezt a megoldást találta a jabbók révénél. Ő se tudott más csinálni, csak belekapaszkodni abba, aki a magányába, az egyedül létébe, a szorongatott helyzetébe megjelent neki a jabbók révénél. És Jákob belekapaszkodott, tusakodott, hajnal hasadtáig, és ez a valaki azt mondta, hogy engedj el, mert hajnalodik, és ő azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Testvér, ma este kérdem tőled, kell neked az áldás? Kell neked az Isten áldás? Tudjátok, olyan csodálatos volt az a nap, amikor a Berekfürdői Megbékélés házába, az az evangelizációs hét, amelyen első este az átadtam a szívemet Istennek, Jézusnak, és csütörtökön reggel a feleségem boldogan jött ki az asszonykörből, ragyogott az arca, tudtam azt, hogy boldogan mehetünk haza, hogy nem kell felemás igába húznia a szekeret. És utolsó nap úrvacsoraosztás volt, és elindult a sors, én koszos farmerrel, csorogtak a könnyeim, meg is jegyezték ott a kis nénik, aztán tiszteltes úr, ha hazamegy, meg kell nyiratkozni, meg új, más nadrágot kell venni, hát gondoltam, van nekem jó nadrágom is otthon, csak testvérek, az öngyilkosságban nem nézzük, hogy milyen nadrággal indulunk, meg hogy áll a hajunk. És elindultam a sorba ki a úrvacsorát venni, és tudtam, hogy ha ez a sor a vadállatok elé megy, én akkor is ebbe be fogok állni, és beállok. És oda jutottam az első lelkészhez, osztotta a kenyeret. Testvérek, így vettem el a kenyeret, hogy érezkedett a kezem. Először tudatosult bennem, hogy mit veszek. Hogy mi volt az ára annak, hogy elvehetem azt a kenyeret. Hogy mit fizetett valaki azért a darab kenyérért, hogy vehessem. És amikor oda jutottunk ahhoz a rákos lelkész elé, aki két kehellyel adta az úrvacsorát, a bort, még véletlenül se került úgy, hogy egy valaki, aztán én, aztán a feleségem Etelka, és még valaki, hanem ketten kerültünk a lelkész elé, és adta a kelyhet, elvettük, és miközben vettük a kelyhet, egyszer csak éreztem, hogy az Isten lelke indítja a lelkészt, felemelte a két kezét, rátette a fejünkre, és elkezdett áldani bennünket. És áldott, és áldott, és áldott, és éreztem azt, hogy az Istennek a békessége betölti az életemet. Aztán rá 3 évre Erdélyben meglátogattam egy idős, kedves testvért, aki a hitéért nagyon sokat szenvedett, Szabó Árpi bácsi. És az utolsó fázisában volt a ráknak, és bementem őt meglátogatni. Ennyi volt a keze, mint az ujjam. A bőre kékes, zöldes, sárgás, nem is lehetett tudni, hogy milyen. Leültem a feleségével Bibliát olvasni, egyszer csak azon veszem észre, hogy 17-en vannak körülöttem, és hallgatják az igét, és imádkoznak. És Árpi bácsihoz nem lehetett közelebb menni, mint 3 méter, hogy nehogy valamilyen vírust, betegséget elkapjon, mert akkor azonnal megy. És emlékszek, ahogy egy idő után a kis öreg felállott, és elindult, bement a szobába, bement meghalni. És a szoba ajtajába megfordul, felemelte a csont bőr kezét, sárgán, kéken, zölden, és elkezdett áldani, Bódis tiszteletes, az Úr áldjon meg téged, és őrizzen meg téged, bízzál az ő ígéreteibe, mert ő majd minden ígéreteit teljesíteni fogja. Drága testvérek, ha
ma este ide jönne Soros György, meg Ábrahimovics a Chelsea-vel, meg a Szatyor Donyeckkel, meg Matolcsi a pénzével, meg a vagyonával, és letenné ide, s azt mondaná Bódis Miklós, neked adjuk az összes vagyonunkat, add el a paplaci meg a Szabó Árpi áldását. A szemükbe kacagnék, s azt mondanám, nincs nektek annyi pénzetek, hogy azt megvegyétek. Testvér, kellene neked az áldás? Kellene neked az Isten áldása, hogy úgy menj innen tovább ma este, hogy tudd, hogy megáldott az Isten, hogy megvan áldva az életed, hogy megvan áldva a szíved, a szád, a méhed, a családod, a jövőd, kell az áldás. Mert Jákob azt mondta, én Uram, ma innen addig el nem megyek, és addig el nem eresztelek, amíg meg nem áldasz engem. És akkor Isten kérdez tőle valamit, mi a neved? Meg szoktam kérdezni a gyülekezetbe némelyeket, hogy mi a nevetek, aztán mondják, hogy Szabó Győző, meg Kovács László, mondom, ne a fedő neveteket mondjátok. Testvérek, a Bódis Miklós az csak egy fedőnév, azt kaptuk, takar valakit. Ne a fedő nevedet mondd, az igazat mondd. Az Isten nem a fedő nevedet kérdi. Azt mondja az egyik gyülekezetnek az a neved, hogy élsz, de közben halott vagy. Az a neved, hogy református, de deformált vagy a bűn miatt. Zákeusnak az volt a neve, hogy Zákeus, azt jelenti magyarul, hogy tiszta. Ő volt a legnagyobb gazember Jerikóban. A neve tiszta volt. Ne azt mondd, ami kívül van, hanem azt mondd, ami belül, ki vagy. Ezt kérdezte az Isten, ki vagy. És Jákob azt mondja, az vagyok, mint az a macska, aki mindig talpra esik, akárhonnan dobják le. A sunyi vagyok. Jákob vagyok a csaló. Ez vagyok, Uram. És amikor kimondja, hogy ki, és testvérek, ezt nem lehet megsporolni a megtérésnél. Annyi ember jön bűnbocsánatot venni, de nincs benne bűnbánat. Hadd mondjam el, testvérek, bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Bűnbánat nélkül nincs megtérése az embernek, nincs megújulás, nem lehet megspórolni a keresztet. Ki kell mondani azt, hogy ki vagy? Ha a parázna vagy, a paráznát kell kimondani. Ha az alkoholista vagy, az alkoholistát kell kimondani. Ha a tolvaj vagy, a tolvajt kell kimondani. Ha az irigy vagy, az irigyet. Nem lehet megspórolni, ki kell mondani a nevet. Ki vagy? Jákob vagyok. És amikor beismeri, hogy ő ki, akkor hangzik az ígéret. Mától kezdve többet neked ne legyen ez a neved. Ma estétől kezdve menj el innen úgy, hogy nem mindig az örök vesztes legyél, hanem mától kezdve legyen a te neved Izrael, a győztes. Mert harcoltál Istennel, kiderül az, hogy ki az a valaki. Hóseás olyan szépen írja le a 12. fejezetében ezt a harcot. Azt mondja a 3. versben, pere van az Úrnak Izraellel, megbünteti Jákobot, ahogy megérdemli. Testvérek, a büntetés mindig úgy jön, ahogy megérdemeljük, úgy indul el, ha valami nem történik veled. Tettei szerint fizet meg neki, már az anyamében megcsalta testvérét. Ereje teljébe pedig Istennel küzdött, küzdött és győzött, sírva könyörgött neki. Drága testvérek, ma este Miskolcon egy olyan Istent hirdetek, akit le lehet győzni. Hirdetek neked egy olyan hatalmas és mindenható Istent, akit le lehet győzni,
de egyetlen egyféleképpen lehet legyőzni, ha sírva könyörögsz neki ma este. Akkor megadja magát az Isten. Akkor megadja magát az Isten, és nem a tetteid szerint fizet majd neked, hanem az ő hatalmas kegyelme és szeretete által. Ma este sírva könyörögsz neki? Könyörögsz neki ma este sírva, hogy bocsásson meg neked, és törölje el a te bűneidet, mert akkor győztes leszel. Van egy csodálatos ének, tégy fogjoddá, Uram, akkor szabad leszek. Késztes megadnom önmagam, győzelmet úgy veszek. Ki volt az az ember, akivel Jákob harcolt ott a jabbók révénél? Tudjátok ki? Saját maga. Saját magát győzte le. És amikor én megértettem ezt, akkor beírtam a Biblia első lapjára a legnagyobb ellenségem nevét. Hogy amikor kinyitom a Bibliát, tudjam, hogy kivel van dolgom. És az van beírva a Biblia első lapjára, Bódis Miklós legnagyobb ellensége, maga Bódis Miklós. Férfi testvérek, kényszerített valaki bennünket, mikor elkezdtünk inni, hogy igyunk? Nem. Valaki kényszerített téged, hogy paráználkodj, amikor paráználkodni indultál el? Nem. Ki a legnagyobb ellenséget? Kit kell neked legyőznöd? A szomszédodat? A testvéredet? Kit? A főnöködet? Nem vetted még észre, hogy ki visz bele téged dolgokba? Hogy ki a legnagyobb ellenséged, amikor a kereszt alatt összetörik az éned? Amikor a kereszt alatt megadod magadat, amikor a kereszt alatt meghal az egód, akkor Isten azt mondja, harcoltál Istennel és emberekkel is győztél. Drága testvérek, hogy lehet győzni? Milyen a győzelmes élet? 4 évvel ezelőtt Moldvából kaptam egy telefont, és ebben a telefonban egy hívő testvérem, kazákú testvér, azt mondta, hogy Miklós testvér, azért értesítünk, hogy megkérünk titeket, imádkozzatok, mert Romániába elindult egy imádság, Isten hívő népe azért imádkozik, hogy az Úr adjon 300 olyan embert, akihez véghez viszi az ő tervét és akaratát Romániába. Amikor meghallottam ezt, akkor bementem a belső szobámba, letérdeltem, és azt mondtam, hogy Uram, én benne akarok lenni a 300-ba. Én bele akarok tartozni a 300-ba. És Isten akkor ott a térdemen eszembe juttatta, hogy hogy lehet győzni. Az Ószövetségben egyik helyen a Biblia a bírák könyvében beszél egy seregről, akik 300-an legyőztek 130 ezeret. És a Biblia elmondja azt, hogy hogyan. 32 ezer főnyi sereg gyűlt össze, de Isten azt mondta Gedeonnak, hogy mondd meg a népnek, hogy aki fél, az menjen haza. Ebben a pillanatban a sereg lecsökkent 22 ezerre. Tudjátok miért? Mert a Jelenések könyvében, amikor Isten sorolja, hogy kik nem mennek be a mennybe, akkor az első helyen a gyávákat említi. Gyáva az, aki a bűnt megmeri tenni, de megbánni nem tudja, nem akarja. Az a gyáva, aki a bűnt megteszi, de beismerni a bűnt nem akarja, megtérni nem akar. Ez a gyáva ember. Isten nézi a sereget, és azt mondja, hogy még ez a sereg is sok. Vidd le őket a vízhez, és nézd meg, hogy hogy isszák a vizet.
akik neki hasalnak a víznek és zabálnak, meg nyakalják, meg lösbölnek, azokat küld haza, azokkal nem lehet menni a harcba. Akik csak annyit vesznek fel a tenyerükbe, amennyi éppen kell, hogy a szomjúságukat oltsák, azokkal menj el a harcba, és azokkal győzni fogsz. És testvérek, megértettem azt, amit nekem Isten mond, és olyan öröm volt a szívembe akkor, amikor Romániába kinyílott az első metró, és a feleségemmel, Etelkával elmentünk mi is a metróba. Már az érdekes volt, hogy nem akartak beengedni, úgy vitt be valaki, mert nem tudom, milyen kártyát kértek, hát nekem ilyen nincs. És bejutottunk, és mentünk a szekérrel, és bámultuk a polcokat, meg ami ott volt, aztán láttuk az embereket kijönni tele kosárral, testvérek, mert mi mindig krízist emlegetünk, meg gazdasági válságot, de mindig még nagyobb kosárral jövünk ki, nem vettétek észre? Amikor jön a gazdasági válság, akkor egy olaj helyett 40-et veszünk. Meg egy kiló cukor helyett 20 kilót veszünk. Nekünk mindig így jön a gazdasági válság, nem tudom, még nem nyílott rá a szemünk. És amikor a kosárral megérkeztünk a pulthoz, pénztárhoz, akkor belenéz a nő a kosárba, és azt mondja, hogy elnézést kérek, 500 forint alatt nem üt a gép. Tessék még valamit leszedni innen a polcról, és odarakni, mert nem tudom leütni. Felesége Metelka oda nyúlt, elvette egy rágógumit, beletette, aztán leütötték. Visszanéztem, és azt mondtam, Uram, olyan hálás a szívem, hogy az, ami itt van, nekem nem kell. Testvérek, milyen a szívetek? Ez is, az is, amaz is, amaz is, lösbölés, nyakalás a vizet. Egy lelkész mondta, hogy kétféle ember van. Az egyik megy a kirakatok előtt, azt mondja, Uram, nekem ezt se adtál, nekem ez sincs, nekem az is kellene. Megy a másik, ugyanaz a kirakat előtt, azt mondja, Uram, olyan jó meg vagyok enélkül. Erre sincs szükségem, az se kell. Áldott legyen, ami van. Múlt esztendőben egyik testvéremmel beszéltünk ma Bulgáriáról. Az egyik marosvásárhelyi lelkész rászette a lányaimat, hogy vegyenek rá, hogy vigyem el őket Bulgáriába. Azt mondják a lányaim, édesapa, te mindig csak evangélizálni jársz. Bennünket nem viszel sehova, külföld nekünk mindig Magyarországot jelenti. És rábeszéltek, hogy 5 napra egy ilyen ultra-al-inkluszívot fizessünk be a bulgár tengerpartra. Hát drága testvérek, elmentünk, első este rosszul lettem. Az előttem lévő férfi egy nagy terített asztal, mint ez a templom, minden rajta, és az előttem lévő férfit látom, hogy 16 kolbász, 8 darab sült, 12 dinnye darab, 6 sütemény, na mondom, odaülök mellé, lássam, mi lesz. Leültem mellé, testvérek, megevett 2 kolbászt, megevett egy sültet, nagy nehezen legyömöszölt még egy süteményt, aztán 2 dinnyét, és utána a kis kiszolgálók, és arra gondoltam, ki tudja, hogy milyen családból honnan jöttek. Hogy még véletlenül se gondold azt, hogy beviszik és újra teszik, előttünk húzták bele a kukába. A szívem majdnem megszakadt. Azt mondtam, Uram, egy nyár alatt, ami itt folyik csak ennél a vendéglőnél, Romániába felszámolnám az éhező utcagyerekeknek a nyomorúságát. Azt mondja Gedeon, fizess be nekik Bulgáriába egy ultra-al-inkluszívot. És állj oda az asztalhoz, és nézd meg, hogy mit csinálnak. És aki telhetetlen szívű, aki mindent akar, és prédál, és pazarol, az küld haza,
az nem való a harcba. Harcba, testvérek, csak az való, akinek megelégedett szíve van. Van megelégedett szíved az Úrba? Vagy mindent meg akarsz nyerni ebből a világból? Mindent akarod, hogy a tied legyen. Nem fogsz győzni soha az Úrral. Nem fogsz győzni soha, mert a világ be fogja tölteni a szívedet. Testvérek, kérdezem ma este, valaki nem akar a 300 közé tartozni? Nem akarsz a 300 között ott lenni, akik által Isten felébreszti a magyar nemzetet? Nem akarod? Nem akarsz beállni az ő seregébe? Ma toborozni szeretnék. Toborozni szeretnék, hogy gyere a Jézus zászlaja elé, mert megérdemli a názáreti, hogy beállj a seregébe. Mert győztes seregbe állasz be, győzött már fenn a Golgotán. Győztes seregbe állsz be, és győztes leszel. Isten azt akarja, hogy ma este az életed Jákobból Izrael legyen. A történet azzal fejeződik be, hogy sütött a nap, amikor átkelt Jákob a jabbók révénél. Érdekes, akkor is sütött a nap, mikor a deszka templomba lót kijött Sodomából. Sütött a nap. Tudjátok miért? Örült az Isten. Örült az Isten. Örül az Isten, amikor egyetlen egy embert kiragadunk a tűzből. Amikor egyetlen egy ember megtér a bűnből. Nagy öröm van a mennybe. Egyetlen bűnös ember megtérésén. Akarod-e ma produkálni ezt az örömöt fönn a mennybe? Mert higgyétek el, hogy ma este a Debrecen a Diósgyőr Fradi meccs üljön le. Ma este az angyalok ülnek a mennybe és nézik a testvérgyülekezet templomát, és szurkolnak, hogy mi lesz itt? Lesz egy valaki, aki megtér? Lesz egy valaki, aki elindul? Lesz egy valaki Miskolcon, aki győztes lesz és beáll a győztes seregbe, amely a bárány után hazamegy? Ezt nézik ma este a mennybe. Leszel te az, aki örömöt produkál fenn a mennybe a megtérésével, hogy örüljön Jézus, és örüljenek az angyalok, és nagy öröm legyen a mennybe, hogy a bárány nem halt meg a kereszten hiába. Még egy bűnös elindult haza. Tudjátok, mi volt a csoda, testvérek? Kiléptem annak a kis lelkésznek a szobájából, berekfürdőn a szobából, az imádkozás után is. Tudtam, hogy az enyém az örök élet, és megállottam így a szürkületbe, 9 óra körül lehetett a folyósó, csak egy lámpa égett ilyen félhomályból, és folytat a könnyeim a folyósó, és Isten kinyitotta a fülemet, és 3 percig hallotta, hogy az angyalok énekelnek a mennyben. Nem volt szöveg, a szöveg a Jelenések könyvében van leírva, az a cím, hogy a Mózes éneke. Melódia volt, harmónia. A szentek, az angyalok, milliók énekelték, mégis egy hang volt, és jött, mint nagy vizek zúgása, és én álltam a folyósón, és akkor imádkoztam először s utoljára azért, hogy nehogy Uram, egy kis hívő kinyissa valamelyik ajtót, és belekiáltson ide, hogy mit csinálok. Még, halljam, nehogy abba maradjon, halljam. És amikor sokszor elkeseredek, meg sírok, mert én is szoktam, akkor mindig erre a 3 percre gondolok. Mert akkor tudtam, hogy ma este én érettem énekelnek az angyalok a mennybe. Hogy a bárány nem halt meg hiába, Bódis Miklós elindult haza. És tudjátok, mi a reménységem? Hogy lesz még egy nap, amikor én érettem énekel a menny. Amikor átlépek a gyöngykapun, mert testvérek, lerakjuk egyszer a pacemakereket, lerakjuk a protéziseket, lerakjuk a szemüvegeket, egyszer belépünk a gyöngykapun, és elindulunk a báránnyal az üvegtenger felé, fehér ruhába,
megkapjuk a fehér ruhát, és énekelni fog érted a menny, és dicsőíteni fogja a Krisztust, a bárányt, hogy nem halt meg hiába, hazaértél. Erős Istenünk van, testvérek, aki meg tud bennünket tartani. Ha így érkezünk meg, mint Jákob, és életünk alkonyán majd úgy fogunk bizonságot tenni fáraók előtt, az amerikai nagykövet előtt, meg a román miniszterelnök előtt, meg a szlovák nagykövet előtt, hogy a botodra támaszkodsz majd, mert nem tudsz felegyenesedni. De testvérek, kérdezem tőletek, hívő testvérek, megérkezünk vele a célba? Amen! Nem hallottam. Amen! Istené legyen a dicsőség! Ragyogjon ma este szívedbe fel a nap, és indulj el, és érkezz meg haza. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálát adunk neked ma este a te igédért, az igédnek a kijózanító, megítélő és ugyanakkor szerető üzenetért, amivel pásztáztad a sorokat, és egyen-egyenként személyesen mindannyiunkat kerestél és megszólítottál. Bárhol is tartunk a mi életünkben, bárhol is tartunk a veled való járásban, vagy a tőled való futásban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te kegyelmed az, ami ránk talál. A te kegyelmed az, ami az én életemre is rám talált, és sokak életére, és a te kegyelmed az, ami ma este is rátalált lelkekre. Köszönjük, Urunk, hogy nem emberi szó és erőlködés az, amit meghallunk, hanem a te igazságod, és a bennünk lakozó lélek, a bennünk lakozó szellem összecsendül azzal, amit hallunk, és igaznak valljuk azt. Köszönjük ezt az élményt. Hálát adunk azokért, a lelkekért, akik hívő emberként újból odaszánták az ő életüket, mert megértették azt, hogy minden nap meg kell térnünk. Hálát adunk azokért, akik úgy álltak fel, hogy életükben először tértek meg te hozzád. Te ismered a szíveket. Kérjük, Urunk, hogy te taníts bennünket az éjszaka a te szent szellemed által. Köszönjük, hogy neked van szavad hozzánk az éjszaka csendjében is, és tudod végezni a munkát, amikor nem jön álom a szemünkre. Kérjük, Urunk, hogy nyugtalaníts bennünket, ha nem jó helyen vagyunk, és kérjük azt, Urunk, hogy hagyj halljuk meg a te szelíd és hívó hangodat, és miközben viaskodunk, majd tudunk győzni, mert feladjuk az önmagunkkal való harcot, és behódolunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy olyan Istennek hódolhatunk be, aki nem kihasználni akar bennünket, aki nem becsapni akar bennünket, aki nem megnyomorítani akar bennünket, hanem megáldani akar bennünket. Köszönjük azt, hogy jelen voltál, nem csak ma este, hanem minden alkalommal az elmúlt napokban itt is, és a Deszka templomban is. És köszönjük, Urunk, hogy úgy mehetünk el sokan, hogy szeretnénk a 300 fős seregbe tartozni. Ott, ahol élünk, a mi lakókörnyezetünkben, a mi munkahelyünkön, a mi gyülekezetünkben és a mi családunkban. Légy ebben kegyelmes hozzánk, és add a te erődet a mi életünkre. Amen. Alkalmunk végén két dolgot szeretnénk még tenni. Az egyik, szeretnénk egy jelképes ajándékot adni Miklós testvérnek és a feleségének, Etelkának. Kérjük, hogy gyertek ide, ha szabad ezt kérni. És János, adjátok át az ajándékot, amit a gyülekezet készített a testvéreinknek. Nagyon hamar eltelt ez a hét, így említettem is délután, hogy
úgy éreztem, és azt hiszem többes számban mondhatom, úgy éreztük magunkat, mint a megdicsőülés hezi hegyén, de jön a hétfő, és le kell mennünk. És köszönjük azt a sok-sok áldást, amit az Úr rajtatok keresztül adott ezen a héten nekünk. És ahogy mondtam is, hogy az Isten vezetése volt, hiszem azt, hogy Isten úgy indította fel az én szívemet, hogy a ti szívetekkel találkozzon, és hogy ez létrejöhessen. És áldjuk ezért az Urat. És ezt szeretnénk megköszönni egy kis jelképes ajándékkal. Megmutatom, hogy ne legyen zsákban macska, mert itt sokan kíváncsiak is biztos, hogy mi van benne. Egy könyv található Hágár országa. A magyarországi zsidóság, történelem, közösség, kultúra. Egy másik könyv is van mellette, Miskolc és a Bükk. A fürdőivel együtt és a látnivalókkal, a kirándulással, és szeretettel hívunk és várunk a gyermekeitekkel együtt, hogyha ezt átnézitek, és nem csak a testvéri közösség, hanem a pihenéssel is egybe akarjátok jutni, szeretettel várunk bennetek egy családost. Van benne egy kép a gyülekezetünkről, hogy mikor kezdenétek elfeledkezni rólunk, akkor vegyétek elő, hogy újra eszetekbe jussunk, jó? És fogunk imádkozni, értetek a ti szolgálatotokért ott a nehéz körülmények között, és kérjük, hogy ti is gondoljatok ránk imádságban, hogy valóban be tudjuk tölteni a mi feladatunkat itt Miskolcon, kinek-kinek, a családban, a munkahelyen, vagy az idősek otthonában, vagy a kórházi ágyon, mindenütt az Úr dicsőségére. Így még egyszer köszönjük szépen. Most adom át. Köszönjük szépen, drága testvérek, hogy meghívtatok bennünket, és hogy szolgálhattunk közöttetek. Nekünk is kevés volt ez az idő. Mi is szerettünk volna, mint ahogy Jézus mondja Péternek, hogy belvezni még mélyebbre közöttetek. Nem mindig volt erre idő, meg gondolom, hogy lehetőség. Úgy éreztem, hogy túl kevés volt az az idő, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz, meg jobban megismerjük egymást. De áldott legyen az Isten ezért az alkalomért, a lehetőségért, a találkozásért, hogy ajtót kaput, szíveket nyitott, ami számunkra, hogy szolgálhassunk közöttetek. És mi azt kívánjuk nektek, hogy adjon Isten nektek bátor szívet. Bátor szívet azért, hogy ki tudjátok tartani mellette, és arra kérünk benneteket, hogy hordozzatok minket imádságba, azért, hogy Isten takarjon be, fedezzen be bennünket, és őrizzen meg bennünket a gonosztól, és hogy Isten kezéből semmi ki ne ragadjon bennünket. Az Úr őrizzen meg, és áldjon meg benneteket, családotokkal együtt. Köszönjük a szereteteteket, és mindent, amit ezen a héten kaptunk. Mi is nagyon sokat erősödtünk közöttetek. Mi is sok lelki ajándékot, és nem csak lelki ajándékot kaptatok. Köszönöm a csontjaimnak a reperálást, hogy talán ez volt az a hét, ami a téltől kezdve a szolgálatok során egyben testi pihenést is jelentett a tél meg a tavasz utána a számunkra, hogy ki tudtunk egy kicsit ezen a héten kapcsolódni, és pihenni is tudtunk fizikailag,
ki tudtuk pihenni az eddigi missziós szolgálatok fizikai fáradtságát, és köszönünk nektek szépen mindent. Az Úr áldjon meg, és tartson meg benneteket az ő szeretetében. Isten áldjon mindenkit.